Ja, köszönöm, hogy elszarod a lapjaimat. Te hülye, miért francia szarod el ezt a szart? Nos, hát sziasztok! Ismét itt egy Hearthstone videóban. Rég volt már Hearthstone, és most említek lesz fészkem is, bár nagyon félek, mert nagyon lentre tettem a kamerát, de miért kellene félnem? Szóval igen, miért kéne félnem, mert na mindegy. Szóval lesz fejem is valahol itt sarokba, úgyhogy tök jó. Gyorsan fogunk egy tavern brawlozni, mert most van egy nagyon jó, amit eddig mentem vagy 6-szor rajta, és egyszerűen nem lett megcsinálni. Tehát arról szól, hogy van ez a Nefarian, ez a rohadt nagy sárkány, és voltak ugye olyan questek ebben, ami nem tudom milyen a minősége a mikrofonnak, mert most itt állítgattam, most másik gépen van, sikeresen leszettem a frapset, úgyhogy most remélhetőleg jó lesz minden. És tehát annyi a lényeg, ugye brawl, tehát kártyát, vagyis ott paklit lehet nyerni, és amúgy 2 napon belül ér véget, tehát le kell küzdeni, van 2 darab ugye emberünk, és ketten össze kell játszani egy emberke ellen, aki ez a Nefarian, aki annyira cheat-es szar, hogy ez hihetetlen, na mindegy, kezdjük el. Amúgy a Priest-tel vagyunk, meg van valami sámán, aki az a Murloc, annak nem tudom a nevét, valami Ogle, vagy mit tudom én, franc se tudja. Úgyhogy igen, úgyhogy remélem, hogy minden jó lesz, és akkor így tökéletes, kicsit megazítom itt a fejszerkezetemet. Nagyon nehéz, szóval amúgy most jó sokat fog tölteni. Tehát én játszottam már ellene, vagy 6-7-szer mondom, és tehát egy meccs alatt úgy kezdődik, hogy 0-t támad, és 200 élete van, aztán tölt magának még vagy 60 életet, tehát ilyen nagyon vicces kis cheat-es szar mindegy, és most én leszek Anduin-nal, az jobb, mert én azt jobban szeretem, és Morgul, the Oracle a sámánunk. Na úgyhogy akkor nézzük. Ő ilyen hülyén beszél, mindegy. Nyilván egy alap paklink van, tehát alapkártyák vannak megadva, én ezt így el is fogadom. És ki kell játszani közösen a gép által vezérelt ellenfelet, aki nagyon sokszor annyira tényleg, hát hogy mondjam, szépen kifejező, szóval unfair, így mondom akkor, hogy az lehetetlenség, mindegy. Úgyhogy mondom, én még egyszer nem győztem le. Nagyon nehéz amúgy. Na amúgy itt van. Nefarian. Nagyon fantasztikusan elmondta. És akkor 0-t sebez, és 200 élete van, aztán majd, hogyha levisszük az életét, akkor mindig erősödik, meg közben spelleket nyomat ránk, meg minden szar, úgyhogy igen. Na. Ő minden körbe tud spellezni, és ugye minden kör végén átáll az ellenséghez, hogy tudja, tehát hogy mi tudjuk, vagy esetleg, hogy a... Tehát, hogyha tőlem álltál hozzá, akkor én tudom a következő körbe ütni, hogyha meg onnan álltál hozzám, akkor meg az ellenfelem tudja ütni, aki velem van, tehát csapattárs. Igen. És most ebben a fantasztikusan új helyiségben vagyunk. Vagy mi ez? Annak olyan jó hangja van ennek a Dark Fisher-nek. Na mindegy. Na most letett 2 darab. Igen, ilyet is tud, tehát ez, hogyha... Ez a következő körbe 9-et sebez rá. Tehát ilyen fantasztikus az egész, mindegy. Én gyújtok rajta, akkor kezdjük egy olyannal. Hát mondom, én még egyszer nem győztem le. Nem tudom, hogy valami hogy taktika van-e ellenem, mert ez forzalom, hogy ezeket mit csinál. Most minusz 9, és akkor már is féleletnél tart hamarosan. De van egy muklám, ami tök jó. Ja, meg ő olyat is tud, Nefarius, hogy, vagy ne, mi ez Nefarian, hogy megcseréli a deckeket, tehát ami nálad van lap, azt így áttransformálja az ellenséghez, ami a csapattársig mindig, és a csapattárs lapjait meg a tekezetbe átteszi. És szerintem most fogja azt mindjárt végrehajtani. De lehet nem. Na mindegy. Jó, akkor én szerintem leteszem egy muklát, leteszem, ez jó magyar szó volt. Muklát lehet erősíteni, szóval hogyha ráteszek mondjuk egy... Bakker, mind a 2 híróra, plusz 4. Ráteszek egy kétszeres életnövelőt, és akkor mondjuk kiegyezem esetleg. Hogy mondjuk
kettőt ráteszek, az 20, és akkor 20-at sebez, meg egy Wind Fury-t ráteszek, meg egy Divine Shield-et, az tök jó lenne. Tényleg bakker Divine Shield-ezni kéne az erős karakterenket. Nem tudom, van-e Divine Shield-es lapunk, mert azt még nem is próbáltam, hogy ezzel például instant plusz 2-t ráteszek, ezzel meg... Ja, ez mondjuk jó. Amúgy elég jó lapok vannak. Lehetne egy kicsit több, erősebb lap. Hát ő nagyon szarul áll. Most neki kéne életet töltenem. De én inkább ráteszek. Amíg még lehet támadni, támadjuk. 8, megérdemeltem. Hát őt nagyon kéne, van olyan lapom, hogy mind a kettő... Tudod, enemy hero, ez okés. Csak ugye ezt úgy kell, hogy akkor ő is megölje, hogy akkor az enemynek felhílelődjön a... Na ez például tök jó, hogy neki ez van. Akkor magamat tápolom inkább, erre tegyél, ha valamit teszel. Kösz. Van egy death rattle-öm rajta. Resummon this minion. Vagy resummon, vagy summon, vagy mi az isten. De elsőm ez most ultra szar, amúgy nagyon fos az egész most, amit csinál. Mindegy. Aha, most lenne egy ilyenünk. Erre rányomnám, 183. Na figyelj, csinálok egy olyat, hogy őt pusztulom, amíg lehet. Mert akkor utána ráteszek egy olyat. Hát mondjuk 11, akkor az 22. Az mondjuk jó lenne, már akkor jól hamar lemenne. Ha csak már mínusz 1. Csak ő meg ne hallja 8-ot, nem hiszem, hogy tud sebezni. Max mondjuk 7-et tud. Így letesz egy ilyen 9-es szart. Ez jól jön. Írjunk neki egy wellplayedet, mert ez tényleg jól játszik. 10, akkor már 20-nál tartunk. Esetleg 22. Tudok még valamit rátenni? Ja, még ez, plusz 2. Full health, give it taunt, nagyon fantasztikus. Ez így rohadt jó lesz, eddig 26. 27, 28. Aha, bakker, és megfordított a rohadt életbe. Most akartam ezt a szart felbusztolni. Bakker. Istenem. Ma mindegy. Igen. Most mi van? Ja, igen, most izéket, ötöket meg random cuccokat fog szórni, mert ő is sámán, és akkor hát csak őt fogja, akkor ő is boostolni, remélem. Ja, ennyi, és akkor most kell, ha de szemét amúgy nem is tudtam támadni a 11-esemmel. Jó, 15-öt nem fog belém sebezni, max 6-ot. Ha megöl, vagy meghalok, jó, 4-et. Mindenképp kuklát kell boostolni. Szerintem a... Hát őt kéne nagyon plusz cuccokat rápakolni. Hogyha nem azt csinálja, bár ez az egyetlen lehetőségünk most jelenleg. Csak most már 5-öket támad, tehát most 100... Ja, köszönöm, hogy elszarod a lapjaimat. Te hülye, miért francia szarod el ezt a szart? Már elnézést, azok szarért, de... Ezt kellene boostolni, de nem, ő izé magának. Akkor windfűrizom ezt. Nem érdekel. Jó. Rárakunk egy ilyet. Akkor őt kopizom. Egyelőre akkor így. Bakke, lehetne 32 sebzése is, most nézem amúgy már. 18-at rá lehetett volna tenni max HP-ra. Azt megduplázom 32, de nem, amúgy azt kell, ezt a szartot. Tudom, miért a képernyőt bögdösöm. Remélem a kamera közben majd lemerül egyszer. Lehet, hogy nem lesz végig facecam, mert nem tudom, ez a kamera milyen stabil most jelenleg. Ezt én akartam neki letenni, na mindegy. Cseréld már vissza a lapjainkat. Nagyon kéne nekem, hogy ezt felhasználjam most.
így azt a betyát. Jó, mindegy, akkor ezt így hagyjuk most egyelőre. Kösz, kösz. A kettest elszarta legalább rá. Hát mindegy. Csak nem támad az enyémbe négyet. És azon most nagyon fel kéne hílelni a muklát. Akkor még lenne esélyünk úgy. Hú, izgalmas amúgy. Én ezt az egyfajta brawl-t szeretem, amikor ez van, hogy ketten összejátszunk és valakit le kell győzni. Tehát amikor egyezünk és akkor mit tudom én, random bárány lesz az egyik, még mi a szar, ezeket nem szeretem egyszerűen, nem tudom, valamiért én ezt annyira szeretem ezt a valaki ellen vagyunk közösen és akkor úgy vagyunk című dolgot, azért mondom, hogy ebben szoktam én mindig. De már megint szveppelál, beszarsz! Hát ilyen nincsen. Mindegy. Muszáj őt támadni. Hiszen 90 vagy 60 életnél lesz az, hogy... Kaptam izét is. Pintordot. Viszont lehet, hogy őt kéne hílelnem. Ki nem lehet ezt a... cuccot megcsinálni? Minion. Miért mindig belesebzel? De így még nem éri már meg nekem. Jó, mindegy, akkor őt hílenem. Jó, ez kell, mert ő mindig izé. Öt élete van, akkor nem sebzek bele. Ez is jó lap amúgy, ez a Skeleton King. Ez a Nefária nekem megvan a legjobb alakja, mármint a 12-12-es sárkány formája. Mi a szar van a szemüvegem, mert valamiben flashelek, mindegy. Az rohadt jó lap amúgy. Csak hát, igen. Nem tudom a hang hogy van, eléggé levettem. The Earth Mother is near. De jó hangja van. The Earth Mother! Jaj. Viszont nagyon fel kéne engem healelni. Az ott szép volt. Egyre kockáztassak, hát mondjuk... inkább meghagyom. Az kockázatos volt. De most egész jól állunk, majd mindjárt jön az isteni erő, azt mindenkit elpusztít. Hogyha azt hiszem 90 vagy 60-ig leviszük az életét neki, ők elmének, akkor csinál egy olyat, hogy mindenkitől levesz 30 életet, 30-at. Mondjuk én fel tudnám boostolni az enyémet, úgyhogy kb. Lenne 30, mindegy. És mindenképp a muklát kéne 30-ig felboostolni, azt tudni. És 30-at levesz az egész, aki lent van itt az egész arénában, mindenkitől 30 életet levesz. Tehát mindenki meghal, és ő feltöltődik 30 élettel. Tehát úgy van, hogy levesszük 60-ig az életét, és neki 90 lesz, és nem lesz senki az egész pályán, csak ő. Ja, és fizet támad. Na most jön, hát igen, ezt mondom. Ezt nem kellett volna. Na igen, ez is, akkor 90. Nincs senki az egész izé arénába. De viszont van egy muklám, ez tök jó eddig. Ezt nem kellett volna csinálnod, öcsém. Ezt kellett volna boostolni, hogy 30-nál több élete legyen, és akkor megmarad. Háj, bakker, na mindegy. Jó, hát én felhasználom akkor őt. Ugye tized, ezért már megint akkor ez nem jó. Mindegy, akkor rakunk rá ilyen dolgot. Hát most nagy esélyünk volt ahhoz, hogy megnyerjük, de... És akkor ilyenkor tized szorsz így nyilván, mert olyan megteheti. Most kéne nagyon HP-t boostolni nekem, azt tuti. Hát maradt én muklám, az jó, de 8-al, hát most 70 lenne, most hát 80 lenne az élete.
Ezt mindenképp le fogom tenni következő körbe. Van egy death rattle-je. Tehát húzok egy kártyát, hogyha az meghal. Ez jól esett, csak hogyha most az összeset rám lövi. Az ott jó, hogy őt letette oda. Hát lehet, hogy őt kéne boostolnom, hogy meg ne ölje. Vagy őt kéne boostolni, mert akkor ő megmarad. Jó, mindegy, őt hagyom. Tudod mit? Őt hagyom. Őt ölje meg, rajta van Divine Shield. Bár le fogja szedni. Aha. Nem volt nagy ötlet, mindegy. Jó, ez a legszarabb ötlet volt szerintem, amit ki tudtam találni, mindegy. Ja, és fogy a pakling nyilván nagyon, jó soka lesz el már. Na, várjál, ha hely, nekem ki kéne találni ilyen idegen nyelvű beszélet. Amúgy mindjárt megfordítom a kamerát, hogy megye még. Hogy megnézem. Megnézem így kamerán keresztül. Ez megy még egyáltalán? Megy, jó. Mire való egy másik kamera? Double health, az most nem nagyon siker, vagy segít. Jó, hát, pisztolna. Health. Ez. És akkor healeljük, hát nem tudok mit csinálni. Még ezt is megölöm. Így marad HP-ja, viszont mindjárt kikapcsolom és újra fogom indítani a kamerát, úgyhogy csak megvárom, hogy én jöjjek, mert akkor úgy egész gagyi lesz, hogyha máshogy lesz. Nem tudom, mit csináltam, vagy mit csinált, vagy mi. Jaj, megöltem magam, nem? És akkor adtam neki HP-t. Hát itt muszáj összejátszanunk, mert kell. Övé nagyobb, tehát azt nem kap HP-t. Én nem megkapja azt a lapot, jó. Na, akkor most egy kamera újra csere. Hát ez nagyon kellett, ücsém. Bakker, mindegy. Na, elméletileg megy a kamera, hogyha nem, akkor elszartam és most már nincsen fészkem. És most 6, az is 9. Hát kütölöm mindenképpen. 12. 22-esre jó lett volna ráfűzni egy lapot, és akkor a minusz, hát tök így is 50 élete van, elég jó haladunk ahhoz képest. Nálam is minusz 9, ja nem, start nem, a körkezdésnél van. Ezt majd leteszem neki. Hát nagyon erős ez a Nefarian, Nefarius, Nufarian, mit tudom, hogy hívják. A Skaraj, csak akkor én is kapok minuszt. A 10-esben ne sebez. Na jó, köszönöm. Jövé nagyobb. És akkor ja, visszajön a izéke, nem? Hogyha minél nagyobb a ellenség kártyák, kapok én is egy minusz 9-et. Na, ezt felhasználjuk, és akkor gyógyítunk rajta 4-et, mert ez ad egy jobb healet. Healet, azt jól elmondtam, szóval healt. Hát 5-2 hagyom, mert ő még nem annyira erős. Remélem azért lesz elég hely, mind a kamerán, mind a képen is, mert nem tudom, pofázok itt a semmibe. De eddig ez tűnik a legígéretesebbnek.
Hiszem a legelsőre, amikor ezt próbáltam, akkor ten valami 35-re vittük le az életét. Most 43, elég közel vagyunk. Lekopiszta, az nagyon szép mozdulat volt, öcsém. Ott tudja magát healelni. Akkor minden kör mostantól egy heal belénk. Ez 10-et támad, ez is mi? 2 plusz 6. Hát ez muszáj. Miért kaptam 7-et? Ja, mert plusz, aha. Hát csak nem öli meg. Kettő marad, de még akármit tehet ránk. És neki 8 élete van. Hát 7. 36. 5-ször kéne beleütni plusz 1. Jól számolom. Mit tudom én, ja. Hát ki tudja. Hát ugye folyamatosan healelni kéne, és 10-re meg nem visz... nem... Hát... Az ott jó, hogy banán, azzal lesz kéne healelni. Őt. De muklát is lehet. Ja, muklat, jó, mindegy. Enyémet kellett volna, mert akkor az 9. 9 és 10 élet, és akkor 9-eket sebzek bele. De ez a hetet beleüt mind a két hero-ba, ez mi az isten? Kifogytam a kártyákból. Akkor each hero... Z. 8 HP. Így vagyom. Hát akkor utolsó esély. Ezzel a Windlorddal kell megnyerni a meccset. 32 élet. Muklát meg ne öljed már. Viszont 14, 14, 17, hogyha most így állunk, és én tudok healelni, ő is tud healelni, meg neki van alapja. Tehát akkor az már jó. De örülnék, ha minden jó stimmelne. 14, 28, meg 6, az 32, nem? Tehát ha így marad minden a pályán, és kettőször beleütünk, de ugye ezzel nem lehet. Hát egy minimális esély van arra, hogy nyerünk, hogyha csak nem tudom, utána van még formja több, hogy valamit csinál. Na, eddig még nem jutottunk el, ez gáz viszont. Take one damage. Hát hagyjam, vagy beleüssek hetet? Hagyom, mert nagyobb esély van arra, hogy akkor én túlélem. Neki van egy ötöse, meg egy hetese. Engem kéne healelnie. Vagy bevállaljuk, és akkor valamelyiket tőle healeli. 12, 19. Így 19-et belecsapunk. Az úgy teljesen jó, kösz. Ezt szerintem megnyertük. Ettől függ az egész, hogyha most ez sikerül, amit én akarok, akkor megnyertük. Így már meg is nyertük, ha így marad minden, csak meg ne öljön valakit. A hetesemet léci hagyd békén. Jó, szerintem megnyertük, mondhatjuk azt. És nem tudom, mit csinál, kivárjam? Nem, nem érdekel, beleütök. Tizet tud sebezni, ha minden tizet belém sebzi, akkor meghaltunk. Jó, nem sebez 10-et belém. 6-ot kell. 6-ot kell, kérem szépen. Hát rajtad függ, öcsém. Én mindent beleadtam. 7 health. Kösz, 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 kösz. Csak ezt a 6-ot vigyük már neki. Az ott jó lesz, de azt le fogja ütni. 10 damage. Remélem nem lesz olyan egy élet, és akkor befagy vagy valami. 5 élet, és mi a szart csinálják? Magamat védjem, vagy őt? 5, hát valakit muszáj. Jó, sorry, de... Nem ezt akartam, nincsen sorry. Aha, itt ennyi volt.
Jó, hát akkor még mindig beretlen ez a retek, 6 életre levittük az életét, én nem tudom, ha valakinek sikerült ezt megcsinálni, akkor gratulálok, én nekem nem. Egy kegyetlen fosnyomorék szar ez egész, hogy nem lehet ezt a fos lemegy, de hát mindegy. Hát ennyi, akkor még próbálkozunk majd legközelebb is, úgyhogy köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna ez a Hearthstone Travel, vagy Tavern Brawl videó, és megint elkések szokás szerint a telekpartiról mindegy, úgyhogy legközelebb akkor innen folytatjuk, hát ha sikerül, úgyhogy további szép napot mindenkinek, addig is sziasztok!